Halihó sárga pólósok, halihó ellenállók. Ugye hétfő van, hosszú hétvége, harmadik napja. Szombaton ide a Cumi Credit Bankra, mint ahogy a többi bankra is kitettem a plakátokat, meg a Fidesz irodákra itt Sziget-Szent Miklóson. És most gyertek velem, ha van kedvetek megnézni, hogy melyiket szedték le, és amit leszedtek, azt vissza kell tenni. Ez pont ugyanolyan, mint a szabadságjogok, amiket a hatalom el akar venni. Ha elveszik a szabadságjogainkat, vissza kell azokat venni, és ezért egy nagyon tudatos társadalmi kiállásra van szükség. Tehát most, hogy a véleménynyilvánító plakátokat a hosszú hétvégén, amikor ugye tudjuk, hogy nagyon ütött, néhány helyen leszedték, oda visszatesszük. Mutatom nektek, ugye itt a Cumi Credit Bankon már csak a sárga szalag mutatja, hogy itt valaha néhány nappal ezelőtt a sárga pólósok itt jártak, de mivel ma ez ismét még egy nagy lehetőség, ezért ide most visszateszem újból a plakátokat. Viszonylag nagy a közönség. Hogy mondod? Ez egy kamera, amivel most élőben közvetítem a Facebookra, hogy nem hagyjuk magunkat, nem hagyjuk, hogy elvegyék a bankok, a bankárok a házainkat. Tudod, ez erről szólt. Egy ifjú, fiatal ember kérdezte itt, hogy mi az, amit éppen csinálok, nagyon érdeklődő. Hány éves vagy? 6 éves, egy 6 éves ifjú, csak itt a nézőknek mondom, akik nézik ezt a felvételt, hogy egy 6 éves fiatal ember érdeklődött ezzel kapcsolatban. Ugye... 6 éves, igen. 6 évesnek adja, mondja, annyit, hogy vegye egy kagyit. Mert adnak, rendezik ezek a magyarok, a belbeli. Igen. Igen. Nagyon aranyosak. Pont amikor arról beszélek, hogy kifosztanak a bankárok és a politikusok, pénzt szeretnének tőlem, hát én azt gondolom, hogy ezt a pénzt, amit elvettek a Fidesz oligarchák és a bankárok, ezt tőlük kell visszaszerezni, nem, én másra fordítom a lehetőségeimet, és hogyha nem ezek a mocskos politikusok lennének, és ezek a bankárok, akkor nektek se kellene pénzt kéregetnetek. Tehát ez van, kedves nézők, kedves ellenállók ma Magyarországon, hogy egy szombati munkanap, bár hétfő van, itt Sziget-Szent Miklós belvárosában, emberek arra kényszerülnek itt a Cumi Credit Bank előtt, hogy mondjuk pénzt kérjenek, 6 éves kisgyerek, meg a kicsit nagyobb testvére, és a szüleik, akik most kicsit arrébb mennek, és ez mind azért van, mert mi mindannyian, vagy főleg akik nem tesznek semmit, hagyjuk, hogy ez így legyen, hát ne hagyjuk, cselekedjünk, és oldjuk ezt meg. És ha van kedvetek, akkor tartsatok velem, sziasztok ifjú emberek, álljatok ki ti is a jogaitokért minden alkalommal. Sziasztok! Tehát azt javaslom, hogy ha van kedvetek, akkor most tartsatok velem itt az élő közvetítésben, amíg a többi banknál, illetve a Sziget-Szent Miklósi Fidesz irodáknál lerendezem a mai véleménynyilvánítást. Hajrá! Köszönöm! Köszönöm! Látjátok, közben mennek a lájkok, tehát így kiabálnak itt az emberek. Bár mindenki, aki velünk van, ők is raknának plakátokat. Ugye biztos látjátok a szerelésből, bár nem mutattam be, hogy harci bringás túra van éppen a mai napon, csak úgy, mint szombaton, hiszen rendkívül jó idő van, és nagyon sokan vannak Sziget-Szent Miklós utcáin, hát hiszen miért is ne lennének, a boltok nyitva, szombati munkarend, de az emberek nagy része nem dolgozik a holnapi május 1-e miatt. Akinek van kedve, és mondjuk nem itt jönne velem, az keresse meg Veres Istvánt. Ő úgy tudom, hogy ma valami májusfás túrát tervez. Gyanítom, hogy bankok és politikusok lesznek a célpontok, tehát feltétlen keressétek őt meg, és ővele is tegyétek, vagy menjetek teljesen egyedül, fogjatok néhány plakátot, politikusok, bankvezérek háza, pártirodák, vagy éppen bankok. Ugye ma bemenni nagyon kevés bankba tudtok, mert ugye nem nagyon vannak nyitva, és közben meg is érkeztem a Deák Ferenc utcába, a Fidesz irodához, ahol egyébként hasonló a helyzet, mint volt a, mindjárt mutatom nektek, mint a Cumi Credit Banknál, megmutatom, gyakorlatilag a sárga szalag maradt itt, tehát valószínűleg nem szakszerű, meg néhány ragasztó szalag is, tehát nem szakszerű plakátleszedés volt, hanem valami Fidesz fan, vagy vérfideszes, vagy pedig a banknál pedig valami bankőrült
szedte le ezeket a plakátokat, de nem baj, Orbán Viktor ugye megint azt mondja, hogy nagy csata van mögöttünk, szerintem meg előttünk van a nagy csata, és azt mondja, hogy büszke vagyok arra, hogy ezt a győzelmet együtt vívták ki, hát csaltatok, Orbán Viktor, és azt mondja Orbán Viktor azon a képen, nem tudom, ti azt látjátok el, lehet, hogy látjátok, igen, hogy nekünk Magyarország az első, mutatom, jó, tehát ide vannak ezek írva, ott van még a sárga szalag, hát akkor ide megint kiteszem, hogy Orbán Viktor, ne hazudj, ugye, azt mondják, hogy ez ilyen keresztény kormány, és közben a parancsolatokat sorra megszegik, de azt mondják, ha betartjuk a 10 parancsolatot, akkor egészségesebbek leszünk, tehát ilyen fasságokat is dumálnak. Ugye a sárga szalag az frankon ott is marad, tehát Orbán Viktor természetesen hazudik. Orbán Viktor és az összes fideszes bagázs az oligarcháikkal együtt lop is szerintem, és ez is egy nagyon csúnya dolog a parancsolatok szerint, tehát kiteszem ide, hogy Orbán Viktor ne lopj, és a Fidesz se lopjon, és az oligarcháik által se lopjon. Ti pedig, kedves ellenállók, álljatok ki azért, hogy ezt ne tudják megtenni, és ha jól emlékszem, akkor van nálam, persze, hogy van narancsszínű kicsi idomított majomplakát is, ezt ide teszem így Orbán Viktor mellé, tehát mindjárt megnézitek, hogy ez így hasonlít-e, tehát teljes képmás, hiteles képmás-e? Hát szerintem igen. Tehát így most nézzétek meg. Tehát Orbán Viktor és az idomított majom, ugye a bankárok idomított majma, az Orbán Viktor bankárok idomított majma, a fideszes politikusok, és hát az egyébként a többi is, tehát ahogy így elnéztük, akkor azokkal is van bőven probléma. Úgyhogy akkor innen már is mehetünk tovább. Én és ti nézők így a virtuális térben, ugyanis úgy látszik, hogy aktívak voltak az ellenkampányolók a hétvégén, tehát 2-ből 2 helyen leszették a hosszú hétvégés plakátokat, de nem olyan nagy probléma, még mindig van lehetőség, hogy jó sokan ezt megnézzék, és én továbbra is abban hiszek, hogyha ezt ezrek, százak, tízezrek csinálnák, akkor bizony győzhetnénk, és akkor nem tudnának annyit leszedni, amennyit felteszünk, és megrettenne Orbán Viktor hatalma. És amíg most egy kicsit hosszabban fogok biciklizni, egészen a kamatemelő és hitvány bankig, addig pedig arról beszéljünk egy kicsit, hogy a szabadság jogaink, a jogunk a Kossuth térhez, ugye most már 2 napos lezárás a legutóbbi infom, de lehet, hogy azóta még kiterjesztették, tehát lezárják azért 2 napra a Kossuth teret, hogy 1/4 órában a fideszes politikusok a díszlépcsőn tudjanak fényképezkedni, és majd az unokáiknak meg tudják mutatni, hogy na látjátok, már megint bejutottunk a parlamentbe, és hogy ez nekik milyen szép dolog. Ezért mások oda nem mehetnek már sem 7-én, sem 8-án tüntetni. Én azt gondolom, hogy ezt nem szabad hagyni. Jó esély van rá, hogy a sárga pólósok már 7-én ott lesznek a Kossuth téren. Csak úgy simán, hát nem hiszem, hogy be kell ezt bárkinek jelenteni, miért ne lehetne bárki bárhol ott. És ha lesz elég tökös közben egy bogár beleugratott a szemembe, vissza is felveszem ide a napszemüveget, csak kiszedem, igen, tehát ha lesz elég sok tökös ember ott, akkor nyilván van lehetőség arra, hogy megakadályozzuk azt a lezárást, Kossuth térnek a lezárását, és ne tudják megvalósítani a Fidesz aljas tervét, tehát erre azért fel kell készülnünk, hogy ők mindent megpróbálnak. Nyilván lehet, hogy egy kis zuhanyozással, hogyha elég sok ember lesz, ha kevés ember van, akkor simán elcipelnek a Markos készenléti legények. Volt olyan, aki egyik társunkat a Bajcsi leülésnél egyedül vitte ölben le az útról, de általában 2-en, vagy ha valaki nagyon nehezebb, akkor mondjuk 3-an biztos, hogy bárkit el tudnak cipelni, de ha nagyon sok ember van, akkor nem tudják megtenni. Tehát abban az esetben egész egyszerűen marad a zuhanyzás, úgy hívják, hogy vízágyú. Én azt gondolom, hogy ennél súlyosabb dolgot ma Magyarországon nem vetnének be, és legfeljebb egy kis zuhi, hát mi van akkor? Tehát azt is meg lehet tenni, a szabadság ennyit meg kell, hogy érjen. És megmutatom nektek a kamatemelő hitványbank, az tökéletesen
rendben van, tehát itt nincs dolgunk. Látjátok, szombat délelőtt ezt ide kitettem, sőt egész korán reggel, és azóta is itt hirdeti az igét, a végrehajtások leállítását, illetve a multiplakát és a sárga szalag. Tehát akkor így gyorsan végeztem, mehetek is tovább. Gyertek velem, otthon Tipró Picsányi bankja következik, tehát mindjárt megnézzük, hogy ott vajon van-e ragasztani való. Én már látom, hogy igen, úgyhogy ide föl is ugratok gyorsan. Otthon Tipró Picsányi bankja. Mert hogy ugye ez most nagyon aktuális, ez az otthon tiprás, ugyanis mai nap, ugye talán ma van, ahogy a kilakoltatási moratóriumnak vége van, és menjenek csak egész nyugodtan, vigyázzanak, mert ezek lopnak, csalnak, hazudnak ezek a bankok. És pont arról beszélek, ugye, hogy valószínű, hogy holnaptól, bár az ünnep, akkor nem lehet kilakoltatni, de holnap utántól, május 2-ától minden további nélkül vehetik el a házakat, és lakoltathatnak ki embereket. Úgyhogy közben, itt mutatom nektek közelebbről, az Európai Unió Bírósága és az Európai Bizottság is vizsgálja a bankmentő törvényeket és a magyar sevizás helyzetet, a magyar sevizás joggyakorlatot, és közben ezek meg dobálják ki az embereket az utcára. Ráadásul úgy, hogy nagyon sok helyen fideszes követelés kezelő cégek, tehát fideszes befolyásoltságú vagy hátszerű követeléskezelő cégek vették meg a követeléseket, tehát így néz ki otthon Tipró Picsányi bank. Mennyivel beszédesebb ez így, mint hogyha csak simán az ő reklámjuk lenne ott, amivel kiposztják az embereket. Ugye ehhez tartozik, hogyha rajtam múlna, én bevezetném, hogy a bankok reklámainál legalább a cigaretta reklámoknak megfelelően kellene a kockázatokat oda feltenni, például bemutatni a kilakoltatásokat, amikor éppen embereket tesznek ki az utcára, például amikor a Béla utcában ugye a tulajdonos hölgy hasba szúrta magát, vagy amikor kiugrottak az emeletről, ugye most az idén már a Havanna lakótelepen kettő ilyenről is tudunk, a végrehajtás elől kiugrottak az emeletről és meghaltak emberek, öngyilkosok lettek, vagy itt nem messze tőlünk Halásztelken egyik ismerősünk, inkább föltüntetéseken tűnnek fel, ők, az ő rokonuk tette azt meg, hogy lelőtte magát, és halomban voltak ott a végrehajtótól és a banktól követeléskezelő levelek. Tehát ez azért, én azt gondolom, nagyon szomorú dolog. Ezeket a képeket lenne kötelező kitenni a bankok kirakataira, nem pedig a reklámjukat, hogy most milyen jó lesz neked, hogyha kölcsön veszel fel. De hát ez is rajtunk múlik egyébként, hogy elég tökösek vagyunk, és ki tudjuk-e vívni ezt, hogy ilyeneket kötelező legyen kitenni. Judapest bankhoz érkeztem, nem lesz dolgom itt ennél a banknál. Ennél a banknál is szombat óta hirdeti a plakát, hogy le kell állítani a végrehajtásokat, ez a bank lopcsal hazudik, te döntesz, meglakolnak vagy kilakoltatnak, cserekedj, illetve még rajta van, hogy a bankárok csalnak, a politikusok nyalnak, ne fizess, ne szavazz, illetve a sárga szalag is itt van, úgyhogy már is megyek tovább, ez egy nagyon jól működő dolog. Látjátok, ez bárki megtehetné, hogy fölpakolja a bankokra a plakátjait, még a mai napon is elindulhattok, tehát én azt gondolom, hogy ne tartson vissza semmi ettől benneteket, mert ma is ugyanúgy egész nap lehet még bankot plakátolni, mert hiszen holnap is ott lesz, de még holnap reggel se késő, és ami még ennél is fontosabb, hogy ebben a gyönyörű szép időben bátran el lehet menni politikusok, bankvezérek házaihoz is, és ott is lehet véleményt nyilvánítani. Aminek most kevésbé van értelme, az pedig a Kossuth tér, ahol ugye jelenleg nincs ott senki. Köszönöm szépen! Sárga pólóban nagyon feltűnő vagyok, és így nagyon messziről előzékenyek az emberek. Ugye vagy azért, amit ott a Cumi Credit Bank után láttatok, hogy messziről rám kiabáltak, és éjjenezték a tevékenységemet, vagy azért, mert egyébként is ilyen előzékenyek. Ugye a Cumi Credit Bank, nem, a
Cibaszok Veled Bank, mert az előbb ugye a Cumi Kredit Bank utáni helyzetről beszéltem, itt leszették a plakátokat, tehát gyorsan vagy lassan, nem kell sehova sietni vagy kapkodni, vissza tudom tenni, harci bringa betámasztva, és már teszem is fel a plakátokat. Itt viszonylag gyorsan, hamar leszokták szedni, ugye az őrség itt van nem messze, a Ráfászkent Bank emeletén van a Cibaszok Veled Bank biztonsági őrsége, és szerintem ők látják a közvetítést, és így utána viszonylag hamar leszedik. Meg hát ugye a Ráfászkent Banknál is észreveszik, és tudják, hogy ha a Ráfászkent Bankra tettem ki, akkor a Cibaszok Veled Bankra is fogok kitenni. Tehát ez teljesen egyértelmű. Látszik egyébként, hogy itt szakszerűen, tehát az összeset leszették, míg ugye a többi helyen valami önjelölt szedegette le. Most nézem, itt a Varnyú Zsuzsi Bilicki a saját dolgoddal foglalkoz. Biztos valaki beszólt, úgyhogy persze, hogyha valaki hülyeségeket ír, azt osszátok rendesen, mert ugye most, hogy én vagyok a véleménynyilvánító, az operatőr, a biciklis, így nem nagyon tudok odafigyelni a csetre, majd amikor Anita itt lesz velem, vagy valamelyik másik sárga pólós, akkor többet tudunk a csettel foglalkozni. Ugye ez majd szerdán lesz most a mozgalmi találkozó. Ha van kedvetek, akkor nézzétek, a talit 6-kor kezdünk. Ilonkánál, Délegyházán lesz a tali. Tehát az egyik lehetőség, hogy eljöttök. Fogunk sokat beszélgetni a 7.-8. Kossuth-téri cselekvések lehetőségéről, meg hogy hogy álljunk hozzá, illetve ugye aki nem tud eljönni, az a cseten is lehet aktív, tehát igyekszünk figyelni a csetelőkre is, és néha megállni, köszönöm szépen, itt is nagyon figyelnek, megállni, és akkor utána meg tudjuk azt tenni, hogy válaszolunk nektek. És akkor a Ráfászkent Bank, ahova értem, és ha jól számolom, akkor ez így már meg is van a 6 darab bank. Innen is leszették természetesen, pont most érkezik a biztonsági szolgálat, a multialarm, nem olyan nagy probléma ez, attól én még természetesen véleményt nyilvánítok. És akkor igazából innen már Sziget-Szent Miklóson egy bankautomata és egy Fidesz iroda, illetve a Bóna Zoltán fideszes képviselőnek a képviselői irodája van hátra, amiről majd mindjárt, ha innen elindulok, akkor mesélek nektek, hogy mi történt legutóbb, miután az élő közvetítésből kikapcsolódtam. Nagyon érdekes történet volt, mindjárt elmesélem. Ugye ide kikerül most, ezt nem tudom, így látjátok-e, vagy hova van irányítva a kamera, kikerült a multiplakát, kikerült a végrehajtás, leállítás, és hát kikerül a sárga szalag is, tehát gyakorlatilag minden itt van, közben még mindig itt bűrög az autóval a biztonsági szolgálat. Lehet, hogy nem most érkeztek, hanem most indultak volna a Cibaszok Veled Bankhoz, csak megvárják, hogyha itt ráteszem, akkor rögtön le tudják szedni. Hát ez a lelkük rajta, biztos, hogy ez a feladatuk. Attól mi még megyünk tovább, hiszen gondoljátok el, hogyha százak és ezrek tennék minden hétvégén ezt, vagy minden nap, akkor mennyi dolguk lenne ezzel, és akkor szerintem sokkal izgalmasabb lenne, és sokkal hamarabb győznénk. És ugye megint egy kicsit hosszabbat fogok bringázni, ugye még van egy OTP automata itt a belvárosban, illetve Bóna Zoltán fideszes irodája, vagy képviselői irodája, fideszes képviselők képviselői irodája, és köszönöm, és a következő célpont az lesz, és amikor legutóbb szombaton itt voltam, akkor miközben már ott a zárszavak voltak, és köszöntem el tőletek, beállt a szomszédhoz egy fiatal ember, telefonált éppen a kocsijával, majd letette a telefon, de hosszasan ott állt és nézte, hogy mit teszek, és amikor lezártam az élő közvetítést, akkor oda jött és megkérdezte, hogy melyik pártól vagyok. Hát mondtam, hogy nem pártól vagyok, ez a sevizás ellenállás, amit mi képviselünk, és van bőven problémánk a Fidesszel. Akkor még megkérdezte, hogy mi az a seviza, mert ezt nem teljesen érti, mondtam, hogy se nem deviza, se nem kölcsön, így már érti, és elmesélte a történetét, hogy hogy átverték őt,
és elmesélte, hogy néhány hét múlva az egyik barátját fogják ilyen miatt az utcára tenni, és hogy egyébként ő sok mindent megpróbált már jogilag, de nem jutott sehova. Hát majd meglátjuk, hogy kapott-e annyi lendületet ebből a Bóna Zoltános fideszes képviselőirodás plakátolásból, hogy azt mondja, hogy oké, akkor jön a mozgalmi talira, vagy jön velünk és részt vesz az ellenállásba. Ezt én ilyenkor még soha nem tudom megítélni, majd akkor, amikor valaki a harmadik, negyedik, ötödik akción is még velünk van, és az igazi vízválasztó az, amikor az első eljárását begyűjti, vagy a másodikat, hiszen azt láthatjuk, hogy sokan voltak közöttünk is, akik elindultak velünk, de amikor az eljárások elkezdtek jönni, akkor úgy döntöttek, hogy ők ezt nem szeretnék tovább csinálni. Pedig láthatjátok, hogy vannak olyanok, amik elévültek, van olyan, ami... Igen, tehát közben egy kicsit megállt a közvetítés, nem tudom, a szombaton is itt a Kossuth-Lajos utcában, amikor befordultam, akkor állt meg a közvetítés, és akkor is akkor indult újra, amikor ideértem otthonti Propicsányi bankautomatához. Itt az egyik plakátot, a multiplakátot szedte le valaki, a másik ott van, úgyhogy akkor azt teszem vissza a multiplakátot. Most éppen a számkódos plakát van ott, számmisztikailag szerint. Tük, tehát akik ehhez értenek, ez az ábra, ami most nem nagyon látszik, de itt látszik, tehát ez az ábra, ez állítólag a mi győzelmünket fogja erősíteni. Ugye Géza fejedelem is azt mondta, hogy vagyok olyan gazdag, hogy több Istent imádjak, én is így vagyok ezzel, hogy miért ne hinnék akár ebben is, hogyha már egyszer valaki volt olyan kedves és jó fej, a Sanna Juditék, átküldték, hogy ők ezt ide kitalálták és alkalmazzuk, hát mi alkalmazzuk, hát... Így volt ezzel ez a fejedelem is, hát most, hogy is, még egy Isten, meg még egy Isten, ki a francot érdekli, tehát nem zavarta őt ez. Aztán mégis milyen szép volt akkor az ország, és lehet, hogy pont ezért. Úgyhogy kikerült ide a végrehajtások leállítását követelő plakát, a multiplakátunk, és akkor Bóna Zoltán, fideszes képviselő, képviselői irodája. Jó napot kívánok! Itt közben egy hölgy nagyon kedvesen mosolyog és hallgatta, hogy mit beszélek. Tehát Bóna Zoltán fideszes képviselő képviselői irodája, amit ugye ne feledd, a te pénzedből tart fent, tehát minden képviselő, országgyűlési képviselő kap egy keretet arra, hogy föntartson, tehát béreljen irodát, béreljen titkárnőt, és ott egyébként semmilyen érdemi munka nem folyik. Minden bizonnyal a teljes keretet kihasználják a legolcsóbb bérleti díjakra is, tehát ez szinte biztos, hogy így van, és elég szomorú egyébként, hogy ezt meg kell tenni. Na most itt olyan sok dolgom nem lesz, mert nézzétek meg, azóta is hirdeti a Ne lopj, illetve az idomított majom a nagy táblán, illetve ugyanez a kis táblán is, a Ne hazudj, és az idomított majom, tehát a házfalán, egyedül a postaládáról tépte le valaki, hát akkor oda visszateszem, tehát a postaládára, illetve megnézem még, hogy a nagytábla másik oldalán mi a helyzet, a nagytábla másik oldalán is rajta van, tehát a vélemény nyilvánítás azért meg kell, hogy állapítsuk, hogy elég hatékonyan működik, ugye itt van a Bóna Zoltán országgyűlési képviselő, ugye most már megint megválasztották valakik. Ez továbbra is nálam egy elég érdekes dolog, hogy ki a lófasz szavazott rá, hiszen akárkivel beszélek, mindenki azt mondja, hogy hát ő bizony nem szavazott a Fideszre, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt valami nagy disznóság lehetett, mert ezek az emberek, akikkel beszélek, azt mondják, hogy ők is beszélgettek másokkal, és mások is azt mondják, hogy ők sem szavaztak, és ők sem ismernek olyat, aki a Fideszre szavazott. Tehát akkor hogy a tökbe lett ezeknek a fele szavazata meg, tehát lehet, hogy ezeket az embereket mi nem ismerjük, vagy nem tudom, tehát azért mindenképpen meglepő, hogy összetudott gyűlni nekik a szavazat, ide egy sárga szalagot azért felteszek, pont volt is egy ide letépve, így van. Tehát akkor itt van, hogy ne lopj. Ugyanis én azt gondolom, hogy Bóna Zoltán, aki az előző 4 évben is országgyűlési képviselő volt, és
összesen talán 6-szor szólalt fel a 4 év alatt a parlamentben. Ebből is több olyan volt, ahol semmi más nem csinált, csak elmondta, hogy a valamelyik bizottságban milyen döntés született. Hát én azt gondolom, hogy ezt egy idomított majom is meg tudná csinálni, vagy egy papagáj, akinek megtanítják. Tehát ott is van az idomított majom, látjátok, a Bóna Zoltán táblánál. Tehát ő ezt meg tudja csinálni, vagy meg tudná csinálni. Tehát az, hogy a Bóna Zoltán fölveszi a fizetését a semmiért, semmilyen érdemi munkát nem tesz, én azt gondolom, hogy ez is lopás, tehát hogyha egy munkahelyen valaki felveszi a fizetését, de nem csinál semmit érte, akkor az lopás. Azt mondja Ilona, most akkor megnézek néhány csetet, nagyon szomorú, én is azt gondolom, hogy szomorúnak is kell lenni, de cselekedni is kell, tehát minden nap állandóan, önállóan cselekedni, és nem nagy tüntetésekre várni. Anna, emelem a kalapot előttetek, igen, stb. Köszönjük szépen, nagyszerű, örülök neki, hogy így támogatsz minket, és biztatsz, biztassál másokat is, hogy csinálják ugyanezt, osszátok a videókat, és akkor jól fog működni, még több emberhez eljut. Erdei Zoltán ilyen lájkokat, meg V-betűt küldött nekünk, igen, és akkor a Zsuzsi, aki a Bilickinek üzent, aki biztos fönte bírt valami fasságot, azt mondja, hogy igen, nem tudnak a döntéshozók, mondja itt Dukán Gabi semmit, miért nem a bank székházánál ragasztanak, menjél nyugodtan, tehát ha valakinek más szimpatikus, más cselekvés, menjél, Gabi, lássak videókat, hogy bank székházaknál ragasztotok, csak ne felejtsd el, hogy mi voltunk az egyetlenek eddig, akik mondjuk az Erste székházba besátoroztunk, és ott véleményt nyilvánítottunk, de tegyed, tehát én azt mondom, hogy igen, el kell menni, ugye ott van a kamatemelő hitványbank székháza a Soroksári úton, az Ersténnek, ugye az Árpád hídnak a Pesti híd főjénél, milyen Petrezselyem utcában a Cibaszok veled bank székháza, és még van egy csomó, tehát menjetek, csináljátok. Gabi, ne nekünk mond, hanem ti magatok, menjetek. Attila Szuka csak köszönt, Katóni Erzsike is köszönt, Orosz László is, Edith Bartus is, most így visszapörgetem, ameddig tudom, visszapörgetni valamiért tovább nem ment. És akkor ezzel most ma elköszönök tőletek, én ma is megtettem, amit a haza megkövetelt, és amit úgy gondolom, hogy meg kell tennem, főleg így, hogy most már több mint egy éve ki vagyok tiltva Budapestről. Én azt javaslom, hogy a budapesti helyszínekre másoknak kellene most menni, főleg, hogy én nem tudok menni, mentem én eleget, pontosan ezért tiltottak ki Budapestről, mert hogyha minden nap százak és ezrék lennének Budapesten mondjuk néhány potenciális helyszínt a Laura úton, Csányi házánál véleményt nyilvánítani, a Sügér és Sáska sarkán a 21. kerületben, a Rezsi Szilárd házánál, a Cinege úton Orbán Viktornál, a Mártonhegyi úton Trócsányinál, tehát ők a legizgalmasabbak egyébként, meg akiket mi is tudtunk, hogy hol laknak, akkor bizony már nem lennének így korlátozva a szabadság jogaink, és egy szebb világban élnénk. Na ehhez mindenképpen azt javaslom nektek is, hogy cselekedj, legyél győztes, és állj a bátrak közé, még ma indulj el. Hajrá, sziasztok!